ahogy azt az imént már mondtam önöknek, megszólalt a NAV elnöke az amerikai beutazási botrány ügyében. Ja, ő is hírbe került, több szinten, fronton azt lehetett olvasni, hogy a 6 kitiltott személy egyike a Magyarországi Nemzeti Adóhatóság elnöke, Vida Ildik, hogy ez igaz vagy nem igaz, mindenki ezt próbálja megtudni, méghozzá hiteles forrásból. Az RTL Klub stábjának sikerült Vida Ildikot megszólaltatnia a sveháti repülőtéren, és már is idézem önnek, hogy önöknek, hogy mit mondott és mit nyilatkozott az a NAV elnöke. Azt mondta, nem nyilatkozom, hagyjon békén, legyen szíves. Úgyhogy ez a legfrissebb információnk az amerikai beutazási-kiutazási botránnyal kapcsolatban. Azt mondja az Együtt PM, hogy most már jó lenne abba hagyni a kormánynak ezt a táncolást kelet és nyugat között. Szigetvári Viktor vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Mert hogy táncolunk kelet és nyugat között? Hát a pávatáncnak valószínűleg vége kell, hogy legyen, mert a magyar nemzeti érdekkel, az elmúlt 25 év magyar nemzeti érdekével, akár pártok feletti nemzeti érdekével annyira ellentétes az, ami mostanra kialakult energiapolitikában is, és egyébként a magyar nemzet külföldi megítélését illetően is, hogy ez tényleg felháborító, azért szólítottuk fel Orbán Viktort, aki arisztokratikusan távol tartja magát ettől a problémától, Fullartárjait, Szijjártó Pétert, Lázár Jánost küldi be az ügyekben, holott neki kellene elszámolni egyrészt azzal, hogy tudott-e egyáltalán erről, hiszen már október 6-a környékén tudhatott erről a kérdésről a kormány valamelyik képviselője. Ő azt a külügyminiszternek mindenképpen, hiszen őket és az ő tárcáját tájékoztatta a nagykövetség. Így van, de ha nem tájékoztatta Szijjártó Péter, akkor azért kell meneszteni, ha tájékoztatta és nem történt semmi, akkor azért van ebben az ügyben probléma, de a miniszterelnök nem menekülhet ebből az ügyből. Országgyűlésben is megpróbáljuk megkérdezni, nyilván más ellenzéki képviselők is meg fogják kérdezni. Mi is megpróbáltuk, nem válaszolt. Igen, csak elszámolásra tartozik annak a nem csak őt megválasztó választópolgárok tömegének, hanem akik akár ellene szavaztak, mert ők is része ennek a politikai közösségnek. A probléma az az, hogy a portfólión olvastam talán, hogy már így is történelmi mélyponton van az utóbbi évtized tekintetében az Amerikából jövő, vagy akár közvetetten onnan érkező működőtőke beáramlása végét ennek. A magyar adófizetők, a magyar választópolgárok, mi mindannyian fogjuk megfizetni, mert ez az állapot, ami kialakult, ez nem fenntartható és elfogadhatatlan. Hát amiről ön beszél, az a jövő. A jelen és a jövő gazdasága, hogy amerikai cégek, vagy akár más nemzet cégei, azok mernek-e, akarnak-e Magyarországon befektetni, elfogadják-e, hogy itt így lehet érvényesülni, mint amiről most az elmúlt napokban olvashattunk, ha mindez igaz, vagy pedig nem. Tehát nyilván hosszú távon ez egy nagyon fontos érdek, hogy ez ne így történjen, tehát jöjjenek ide a befektetők. Viszont a jelen helyzetre meg egy másik kérdés fogalmazhatunk meg. Ha mindaz igaz, vagy egy negyede igaz annak, amit az elmúlt napokban olvashattunk a magyarországi korrupcióval kapcsolatban, akkor ki korrumpál, nyilván a hatóságnak az is fontos, hogy kiket az ügyfelderítése szempontjából, de minket azért ki, és hova lesz az a sok pénz? Hát az a helyzet, hogy Magyarországon civil szervezetek is, egyébként pedig ellenzéki politikusok is az elmúlt években világosan elmondták, hogy olyan state capture alakult ki, amelyben egy üzleti érdekcsoport, a Fideszhez, Orbán Viktorhoz kötődő, most látjuk néha vitatkozó érdekcsoportok, foglyul ejtették az államot, hiszen lehet cinikusan azt mondani, hogy ma nem korrupt dolog a közpénzből a közgépnek vagy más cégeknek milliárdokért utat építeni, de pontosan tudjuk, hogy a szabályokat alkották meg úgy, hogy ez jogilag tiszta, de valójában egy összeesküvés az állam ellen, állami források drágán beszerzett javaknak az építése érdekében. És ezt csak arra mondom, hogy ma Magyarországon az a helyzet, ami előállt, azt szerintem azért nagyon más mondjuk az elmúlt hónapokban vagy akár években tapasztalt helyzethez képest, hogy egy független ágens, akinek érdeke van ebben az ügyben, bár nem közvetlen anyagi érdeke, az a magyar rendszertől függetlenül tudja felhívni a figyelmet arra, és olvassuk a sorok között. Elmondják, hogy civil szervezetek, whistleblowerek, tehát közérdekű bejelentők, amerikai cégek, meg egyéb a Transparency International körébe sorolható nemzetközi és Magyarországon működő civil szervezetek hívták fel erre a figyelmét a kormánynak, illetve hát az amerikai követségnek is akár, magyarul. Teljesen világos, hogy az amerikai kormány és a képviselői tudatában vannak annak, hogy ma Magyarországon egy tisztességes nyomozásnak a feltételei sem adottak. Ráadásul, ha jól értem, adatok vannak arra, hogy a NAV-nak különböző felsővezetői ebben közrejátszottak is, hiszen alapítványoknak ígért támogatásért cserébe, vagy onnan megrendelt tanulmányért cserébe, hiszen ezt sem cáfolta senki, ígérték azt,
hogy egyébként akkor a NAV-nak különböző eljárásai alól mentesülnek. Annyit mondott még az RTL Klubnak Vida Ildik, hogy azért nem nyilatkozik ő a továbbiakban sem, mert hogy nem akar politikai csatározások részese lenni. Hát most itt nem tudom, hogy milyen politikai csatározás, egy szimpla bűncselekmény gyanúja merült fel nagyon komolyan amerikai részről, ami miatt 6 magyar kormánytisztviselőt kitiltottak az Egyesült Államokból. Én még mindig nem kaptam meg a választ arra, nyilván nem fogjuk most itt ketten megtalálni a tuti választ, csak egyáltalán a közös gondolkodás révén valamiféle csapást vagy irányt, hogyha ön azt mondja, hogy a Orbán Viktorhoz közel álló üzleti kör fogjul ejtette a kit? A magyar államot, az ön adófizetői pénzét, az enyémet. Tehát akkor minket ejtettek fogjul, mert hogyha Orbán Viktor barátairól van szó, akkor azt nem mondhatjuk, hogy itt bármiféle gazdasági érdekkörök, maffia-szerű módszerekkel fogjul ejtették a kormányt. Mert azt mondta, hogy itt Orbán Viktor barátairól van szó. Én sok mindennek vagyok hajlandó elgondolni a magyar köztársaság miniszterelnökét, de áldozatnak ebben a helyzetben semmiképpen. Az lehet, hogy nem tud mindenről, hiszen elszabadultak ezek a dolgok. Tudjuk jól, hogy az a megrendszabályozás a Simicskának, meg Nyergesnek az részben arról is szól, hogy a különböző állami vállalatokat és az új elosztás különböző ágát, bogát ma már sokszor önállóan igazgatták, és ezért kellett Sesták miniszter urat beletenni, de ettől jobb nem lett a helyzet, hogy többen lopják ugyanazt a pénzt egy-két érdekcsoport helyett, én annak nem tudok örülni. Az viszont egészen biztos, hogy a miniszterelnök ebben a helyzetben nem hallgathat, hiszen folyik egy korrupciós botrány, ezért tettünk tegnap törvénymódosításra javaslatot, hogy kötelező legyen ezeknek az államigazgatásban dolgozó személyeknek nyilatkozatot tenniük, akár a nemzetbiztonsági szerveknek, akik őket egyébként átvilágítani hivatottak, akár egyébként a hivatali előjáróiknak, hogy állnak-e ilyen leegyszerűsítem kitiltás alatt, hogy korrekt legyek, ezt nem csak Szerényi Zsuzsa tette meg, hanem Vadai Ágnes is körülbelül egy időben tartott sajtótájékoztatóan tegnap megtette. Nincs illúzió, hogy ezt még tárgysorozatban sem fogják venni ezt a kérdést. Ma Magyarországon én egészen biztos vagyok benne, hogy a nemzetbiztonsági szervek bizonyos vezetői, a kormány bizonyos vezetői pontosan tudják, hogy kik azok a személyek, akik ezzel kitiltásban érintettek. Ja, akkor mi a következő lépés? De próbáltam már Valki Lászlóval is az adás elején ezt megbeszélni, jogi szempontból nem igazán tudtuk kitalálni. Az Egyesült Államok törvényileg nem mondhatja meg, hogy kikről van szó és milyen ügyben van szó. És vannak azért olyan országok, ahol tényleg a törvény betűjéhez szigorúan szoktak ragaszkodni, tehát hogyha nem lehet, akkor nem lehet elmondani. A magyar kormány részéről most láthattuk az imént Washingtonból Szijjártó Pétert is, és az önnyilatkozatát hallhattuk, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy semmit nem tud lépni, hiszen nem tudják, milyen ügyek és kikről van szó. Akkor hogyan tovább? Ha reálisan kéne látni a helyzetet, akkor azt gondolom, hogy sajnálatos módon minden magyar állampolgár szempontjából a legrosszabb forgatókönyvre van esély, amely szerint egy tartós elhidegülés valósul meg a magyar-amerikai viszonyban, és ez kihat Magyarország transatlanti kapcsolatrendszerére, azon világgal való kapcsolatrendszerünkre, ahol nem csak a fejlődésünket remélhetjük, hanem azért legyünk őszintén a védelmünket is. Ebben szerintem a kormány elterelő lépéseket fog tenni, hogy próbálja konszolidálni ezt a viszonyt. Hallunk híreket, hogy most egy csapásra, egyébként akár helyes módon is megemelik a honvédelmi költségvetésben a honvédelemre költött cél, vagy a magyar költségvetésben a honvédelemre költött célokat, hogy a NATO elvárásának megfeleljünk. Ezzel próbálnak tapaszt rakni erre a kérdésre. Én azt látom, hogy ez nem egy nap alatt alakult ki ez a helyzet. Emlékezzünk, Hillary Clinton, amikor még külügyminiszter volt, itt járt ebben az országban, még az alkotmányos átalakítások első hullámában voltunk, talán a választási rendszeren még folytak a reszelgetések, világosan megmondta, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének szétverése történik Magyarországon. Ez egy 1000 lépcsős folyamat volt, amelynek a végén, egyébként még így is az amerikai kormány megpróbált ezt csendesen elrendezni, hiszen nem ők szivárogtatták ki ezt az ügyet. Azóta egyébként nyilvánvalóan a külügyminisztérium szóvivőjétől az ügyvivőig mindenki, hogyha nyilatkozatkényszerbe van hozva, akkor elmondja azt, amit elmondhat. A botránya az, hogy ezt a fogpasztát ebbe a tubusba egy nap alatt, egy intézkedéssel nem fogja tudni visszanyomni a kormány. A legnagyobb esély arra van, hogy tartós elhidegülés áll be ebben a viszonyban, hiszen egyébként a labda akármit próbál gimnasztikázni a kormány, a magyar kormánynak a tér felén pattog, nyilatkoztatni kell ezeket a tisztviselőket, világosan egyébként az intézményrendszerhez kell hozzányúlni, mert ez a legnagyobb probléma egyébként, ezt állampolgárként hadd mondjam. A legnagyobb probléma az, hogy amíg az ügyészség a Fidesz befolyása alatt áll, az ellenzék által indított nyomozásokat, legyen az bár Molnár Csaba, Juhász Péter, vagy bármelyik ellenzéki politikus, azokat eltussolják, nem nyomoznak, közben egyébként akár megalapozatlan ügyekben meghurcolnak ellenzéki politikusokat, azt lehet látni, hogy ott van egy intézményi probléma. A magyar rendőrséget sok tisztességes rendőr munkája ellenére a kormány ugyanúgy bábként mozgatja, innentől kezdve
ezt az intézményi bizalmi helyzetet, erre mondom, hogy ezt nem lehet egy nap alatt rendbe rakni, a magyar kormánynak úgy kellene rendbe raknia, hogy arra semmi esélyt nem látok, hiszen a politikáját, az egész politikai identitását arra építette fel a Fidesz. Bizalomgerjesztő dolgokat mondott. Először is én nem hiszem, hogy egy kinyolt fogpasztát bárki vissza tuszmákol a tubusba. Tehát ugye már itt a hasonlatánál éreztem, hogy baj van. Tehát ezzel lehet próbálkozni, de egyszerűen nem fog sikerülni. Tehát ennyire reménytelennek látja azt, hogy ma Magyarországon, amikor kormányzati tisztviselőkkel szemben egy ország, egy másik ország, nem kicsi ország, hivatalos diplomáciai úton azt mondja, hogy ebben az országban kormánytisztviselők korrumpáltak, korrumpálni akartak a gazdasági élet szereplői körében, ezért nem engedjük be az országunkba, akkor nálunk, Magyarországon nincs jogi lehetősége annak, hogy bármiféle eljárás elinduljon, hogy megtudjuk, hogy kik, mennyiért, mit akartak, és ha sikerült, hova tűnt az a pénz? Nem vagyok naiv, nincs esély. Hát esély mindig van, csak ismerem azt, hogy hogyan működött ez az ország az elmúlt 5 évben, amióta Orbán Viktor kormányozó, és nyilván volt rengeteg olyan rossz tendencia, mert korábban volt, de ez a romlás az elmúlt években következett be. Szerintem egy normális kormány, ha ezt meg akarná oldani, akkor nyilvánvalóan képletesen, csak hogy ezt nagy félreértse ezt is, falhoz állítaná az összes tisztviselőjét, és megpróbálnák kikérdezni, hogy akkor te vagy az, akit kitiltottak, vagy nem te vagy. Látjuk, hogy a kormány ettől a felelősségétől menekül. Látszik, hogy nem érdekelt Orbán Viktor abban, hogy Polt Péter helyzetét rendezze, nem érdekelt abban, hogy a politikai bábként mozgatott bizonyos nyomozócsoportoknak a helyzetét rendezze, nem érdekelt abban, hogy transzparenciát teremtsen az áfa kezelés ügyében, mert a kormány arra rendezkedett be, hogy diszkrecionálisan kegyeket gyakorol üzleti érdekcsoportoknak, mindannyian százával hallottunk történeteket, vagy én biztosan, amelynek... Hová tűnik ez a rengeteg pénz? A korrupciónak az a sajátossága, hogy egy dolog az, hogy a hozzám közel álló kedves barátoknak, üzletfeleknek, nyuszinak segítek, és jó sok vagyonhoz juttatom őket. Hihetetlen sikertörténetek vannak tényleg a szemünk előtt. Hétfőn még valaki nagyon... Vízszerelő. Igen. Hát mondjuk víz vagy gázszerelő volt, most mindegy, bármit mondhatni, varrónő volt, aztán csütörtökre meg már nem tudom hány milliárdot tudott kivenni osztalékként, tehát nyilván túloztam az időhatározó, eltelt, tehát már péntek is volt. Tehát hallottunk már ilyen történeteket, de a korrupciónak ugye az is a velejárója, hogy nem csak az, hogy barátaimat valami előnyhöz juttatom, az nem is biztos, hogy az csak az a szintiszta korrupció, hanem az, hogy én is kérek ebből, tehát én is részesülök abból, ez nem jó tétemény, hanem az a pénz, amit én veletek együtt ellopok, vagy veletek ellopatok, abból kérek én is. Nem ez a korrupció? Nem erre mondjuk azt, hogy korrupció? De hát ha jól értem, ez is történik azért, még ha Orbán Viktor... És akkor hol a pénz? Hát azt azért látjuk, hogy a Simicska cégbirodalomban 100 milliárd árbevétel mellett egy egyébként messze nem ilyen megtérülési szerkezetű szektorban, a mély és magas építésben 22 milliárd forintnyi osztalékot tudtak kiszedni néhány év alatt. De nagyon-nagyon sok munkát végez a közgép, tehát hogy ez nem igaz, hogy a közgép, tehát ezt ellenzéki politikusként megfogalmazhat csomó kritikát. Nem azt vitatom. De az nem igaz, hogy a közgép például nem dolgozik. Tehát, de én ezt nem is mondtam, én nem azt mondtam, hogy ilyen profitabilitás mellett, tehát egész egyszerűen amennyire én ebben tájékozódva vagyok, ebben az iparágban, a mély és magas építésben nem lehet ilyen haszonkulcs mellett dolgozni. De hát jobban akkor ismerem, hogy a mély és magas építésben csak ők vannak, akkor se hát lehet. De nem csak ők vannak, ezt ön is tudja. Másik oldalról meg mondjuk a szakmámhoz, vagy a képzettségemhez közelebb álló kommunikációs iparban mindenki pontosan tudja, hogy messze felül van dotálva az a közterületi hirdetési felület tömeg, amely Simicska Lajos és érdekköre tulajdonában és kezelésében van. Egy jól működő versenypiaci helyzetben abból a piacból, abból a szegmensből sem lehet olyan osztalékot kivenni, még a legjobb működés mellett sem, hanem azért történik, mert az önpénzéből, meg az enyémből ezt dotálják. De visszatérve ez az egész ügyhöz, a probléma az az, hogy ezt a kérdést, mivel ez egy több éves folyamat volt, amelyben hazánk ide jutott, és az amerikai kormány volt olyan bátor, ha az Európai Unió részben egyébként kénytelen, kelletlen, eszköztelen rengeteg kérdésben, max a fiskális költségvetési ügyekben van igazi hatékony eszköze Magyarországgal szemben. Az amerikai kormány most lépett ebben az ügyben. A legjobb az lenne, hogyha a kormány azt mondaná, hogy ez és ez és ez az ember az, hölgy vagy úr, mindegy, aki ezt a hibát elkövette, menjen bíróság elé. De szerintem a rendszer úgy van fölépítve, hogy ez alól a nyomás alól vagy gyorsan megtörik és korrigál. A Fidesz erre egyébként képes volt, ezt engedjük meg, hogy ilyen ügyekben sokszor tudott korrigálni. De mivel az egész beágyazódik abba a geopolitikai helyzetbe,
helyzetbe, amelyben paksot építünk orosz pénzből, közben összeveszünk az EU-val a déli áramlat miatt, és ma, vagy tegnap benyújtott törvényjavaslattal. Akkor is Jábor... megépítjük, ha a így van, ráadásul ez Jábor Benedek tartott nem olyan régen sajtótájékoztatott politikus társa Brüsszelben. Ez egy teljes Lex Gazprom, amit tegnap benyújtott Rogán Antal, hiszen az Európai Unió világos szabályával evidensen szembe menve külön céggel akartunk építeni, hogy a Gazprom építhessen csövet, amivel egyébként megint lehetne vitatkozni, hogy egy bölcs külpolitikával, a nemzeti érdekre tekintettel levő, a egymástól függő energiarendszerek világában, akár még az is lehetne, hogy erre szükségünk lenne, ebben most nem foglalnék állást. De az, hogy közben paksot is építünk orosz pénzből, ezt is megtesszük, azzal az Ukrajnában repülőgépet lelövő Oroszországgal ebben az ütemben barátkozunk, miközben az ukránoknak nem küldünk vissza gázt, ez egy olyan mix, olyan külpolitikai, geostratégiai mix, amelyben szörnyűségesen a magyar nemzet érdek ellen politizál a kormány, és erre mondom, lehet, hogy rossz szóképpel, hogy nagyon nehéz ebbe gyorsan korrigálni, a konkrét üttől függetlenül, mert az Európai Unió is tud sok mindent, meg hát látjuk, hogy az amerikaiak is. Hát, de most már mi is szeretnénk sok mindent tudni. Köszönöm, hogy itt volt.